Elsőként a Makói Gyógyfürdő ZRT üzleti tervéről döntöttek. A Hagymatikum 1,6 milliós pozitív eredménnyel számol az idei évben. Az intézmény anyagköltségében a legnagyobb tételt az étteremhez kapcsolódó alapanyagok és az árubeszerzés költsége teszi ki. Ez összesen 103,6 millió forintot jelent. Ezután következik az áramköltség, ami 83 millió forintra rúg. A fürdő működési célú támogatást 2020-ban sem tervez igénybe venni. A legnagyobb költsége emelkedést a kötelező béremelések jelentik a jelenleg 115 főt foglalkoztató cégnél, ez 50 milliós növekedést jelent. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél 209 ezer forintos pozitív eredményt vizionálnak. A cég 190 millió forintos önkormányzati támogatást kalkulált be költségvetésébe. Jelenleg 70 fővel működnek, tevékenységi körük sok szolgáltatást lefed, ebből a távhő hozza a bevételek legnagyobb részét, 34,5%-át. A Makóvárosi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. Alatt működik a kulturális programok lebonyolításáért felelős hagymaház, valamint a sportéletben kiemelt szerepet vállaló Erdei János városi sportcsarnok. Az összesen 25 főt foglalkoztató Kft. 160 millió forintos önkormányzati támogatással kíván működni. Márton Imre, a sportcsarnok igazgatója a testületi ülésen elmondta, az intézmény épülete idén lesz 20 esztendős, ezért karbantartási munkák mindenképpen indokoltak. A Makói Városi Televízió üzleti tervéről is tanácskozott a grémium. Kis Istók Tíme, a ügyvezető igazgató hangsúlyozta, a kiadások jelentős része nem csökkenthető, ezek a működéshez elengedhetetlenek. Az ügyvezető hozzátette, az utóbbi években mindig tudták növelni a reklámbevételeket, ezen a téren tavalyhoz képest 2 milliós növekedéssel számolnak, valamint a pályázatokból befolyt összeg is ennyivel nő majd a tervezet szerint. A cég a működéshez szükséges támogatást 41 millió forintban határozta meg. Végezetül elhangzott, hogy a Makói Városfejlesztő Kft.-nél az addigi vezetőt, Rozsnyai Évát, Nagy Nándor váltja 2021. február 28. napjáig. Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete a cégek beszámolóit kivétel nélkül elfogadta.